Szép délután kívánok, ez a Weekend. A mai műsorban ajánlunk önöknek egy emlékkoncertet, valamint több kulturális rendezvényt is, és ha jól tudom, már pedig jól tudom, akkor még vidorgunk is egy kicsit. Első vendégeimmel pedig arról beszélgetek, hogy a Nemzetközi Ásvány Börze már szinte bebetonozott nyíregyházi rendezvény most újra megnyitja kapuit a Szabolcsi megye székhelyen. Vendégeim Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ vezetője, igazgatója, valamint Krisztián István, a Koch Sándor Ásványgyűjtő kör vezetője, és még mielőtt ténylegesen az ásványokról beszélgetnénk, halljunk szót Szilárd arról, hogy milyen, nem is tudom, nem mindennapi rendezvény várja ma este még a nyíregyháziakat a VMKK előtt. Igen, köszöntöm én is a kedves nézőket. Biztos sokan ellátogatták már hozzánk a Kulturális Központ előtti térre. Vidor szigetként, egy új helyszínként bekapcsolódtunk a Vidor Fesztiválba, és nagy örömünkre sikerült a jogokat megszerezni. Ma este élőben meg lehet tekinteni a Magyarország-Románia labdarúgó válogatott mérkőzést óriás kivetítőn. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség akkor a foci rajongóknak és azoknak, akik egyben szeretik esetleg a vidorgást is, a Vidor Fesztivált. No de, holnap szombaton nyitja kapuit ez a már említett ásványbörze, ahol nem feltétlen csak meg lehet csodálni ezeket a gyönyörű kőzeteket, hanem esetleg vásárolni is lehet apróbb dolgokat, akár medálformában. István, tegyük azért rendbe, hogy mik is azok az ásványok. Szép napot kívánok mindenkinek, tehát itt, amit látunk az asztalon, néhány ásványt hoztam el az otthoni gyűjteményemből, tehát ha nagyon tudományosan fogalmaznánk, az ásvány egy adott konkrét kémiai képettel leírható azonos nemű homogén anyagot jelent, ami általában szobahőmérsékleten szilárd. Hogy éppen, hogy milyen színű, az különféle kémiai elemektől, vastól, kromtól, mangántól adódik. Sok helyen lehet ásványokat gyűjteni, tehát aki esetleg jár kirándulni hegyekben, patakokban, vízmosásokban, utakban, régi bányák helyén nagyon sokféle ásványt lehet találni, lehet gyűjteni. Itt a környékünkön amúgy, tehát hogyha most a megyeszékhelyre gondolok, akkor van-e valami kifejezetten kedvelt ásványgyűjtő hely, ahova érdemes esetleg kilátogatni és körülnézni, hogy na, van-e itt valami, ami érdekes lehet? Egy érdekes dolog, mert most azt mondjuk, hogy itt a nagy simaságon, a nagységságon nincs ásvány. Homok van, az is kvarcból van döntő többségében, de legközelebb hozzánk az empléni ásvány lelőhelyek vannak. Tehát Telkibánya nagyon kedvelt, illetve több erdőben, erdőhorváti több kedvelt ásványgyűjtő helyet lehet találni. Akkor egy picit környéken utazni kell ezek szerint. Hát legalább 80-100 kilométert kell utazni, hogy ásványokat találjon az ember. Van egy-két különlegesség is itt. Én mutatnék is egyet a kollégáknak. Nekem ez nagy kedvencem, ez micsoda? Karcadonnak hívják, az éppen köteles mezőről negyedéből, és kb. Két hete találtam, tehát ez egy nagyon-nagyon friss példány még. Nagyon az furcsa, olyan, mintha ilyen mini buborékok lennének a igen, tetején. Igen, az az érdekesség a karcadonnak, hogy ne amorf ásvány, tehát nincsen kristályformája, és ilyen szederjes, buborékos felszínű, vagy éppen egy kőzetüreget tölt ki, és a kőzetüregnek veszi fel a formáját. Ehhez hasonló különlegességekkel lehet akkor találkozni az ásványbörzén. Hanyadik alkalommal is rendezik meg nyíregyházán? Immár 29. alkalommal rendezzük meg a Nemzetközi Ásványbörzénket. Benne vagyunk a hivatalos bőrzenaptárban, úgyhogy elmondhatjuk, azt hiszem, a István is megerősíti, hogy nagyon szeretnek a bőrzések is ide ellátogatni hozzánk, illetve a nyíregyházi, illetve szabolcsi közönség is szeret ellátogatni a bőrzén. Az is újdonság, ugye a felújított Tagórában lesz most először, eddig több helyszín is volt, most már reményeink szerint minden évben az Agórában fogjuk megrendezni
ezt a nagyszerű kiállítást és vásárt. Hol kell ezt elhelyezni az épületen belül? Tehát már messzire fog látszani, lent az aulában, illetve olyan sokan jelentkeztek, hogy van egy emeleti galéria kiállító szintünk, ott is lesznek bőrzések. Kik szokták látogatni ezeket a bőrzéket? Teljesen vegyes, akik érdeklődnek ezek után, a csillogó dolg után, illetve akár nem csak érdeklődnek, hanem mélyrehatóban foglalkoznak vele, azért is szeretnek eljönni, mert ezek a bőrzések, akik ellátogatnak hozzánk, nem csak árusítanak, tanácsot adnak, felvilágosítást adnak, tehát útmutatást is adnak, aki ilyennel szeretne foglalkozni, ezekkel az ásványokkal, gyűjtéssel, nagyon szívesen segítenek nekik. Ezért is szeretnek ellátogatni hozzánk a kedves közönség. Szerintem nagyon sok magyar háztartásban vannak amúgy hasonló ásványok, legalábbis az én családomban, tehát hogy itt szinte minden otthonban van valami hasonló. Ezeket amúgy hogy érdemes tisztán tartani, ápolni, mert például emlékszem, nagymamám mindig azt mondta, hogy jó, szappanos vízbe, kislányom, hát mondom, mama, nem biztos, hogy jó, vagy csak porolgatni kell. Tényleg, hogyha van otthon egy ilyen ásványdarabunk, akkor a polcon, akkor az porosodik. Hogyan érdemes ezeket tisztogatni, tényleg kicsit rendben tartani? A nagy általánosságot tekintve vízzel lehet mosni. Uh-huh. Nagyon olyan, tehát vannak olyan ásványok, amik oldódnak vízben, de nem túl gyakoriak, illetve otthoni, úgy mondom, hogy hétköznapi ásványgyűjteményekben nem találhatóak. Tehát a kvarcok, kalcitok, baritok kibírják a vízzel való mosást, éppen a szappanos vizet is. Tehát általában nagy gondjuk nem lesz tőle. Amelyeken vannak ércek, tehát amik ilyen aranyszínű, ezüstszínű kristályokat lehet látni, azokat hosszú ideig nem célszerű vízben tartani, tehát akváriumban nem jó. Uh-huh. De azokat is meg lehet mosni vízben. Ehhez hasonló tanácsokat akkor lehet kapni bőségesen a bőrzén. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és kívánom azt, hogy az idei nemzetközi ásványbőrze is legyen oly sikeres, mint az előző 28. Köszönöm. Mi köszönjük. Az Óperencia egy nyíregyházi eredetű zenekar nevét a hazai népmesék elképzelt vidékétől kölcsönözte. Dub, chill és tánczene a különböző műfajokban és műfajokkal alkotó formáció egyik alappillérével, ihletőjével, Bánházi Gáborral beszélgettem pár nappal ezelőtt. 5 év után itt az új Óperencia album, ám a zenekar felállása két alapító tagra minimalizálódott, ez olvasható a formáció honlapján. Mesélj erről, mármint hogy a változásról, és majd utána az analóg szint is dalokról. 10 éve alakult az Óperencia, ez alatt 24 zenésszel volt szerencsénk kiteljesíteni a gondolatainkat. Tavaly jött egy ilyen döntés, hogy próbáljuk meg ketten, hogy így ez az alap mag, ez a két fő a Domokos Tibi és én, és eddigi legjobb felállásnak bizonyul. Sokkal egyszerűbb így. Tudjuk egymás gondolatait, hogy nem kell túl beszélni, hogy mit kellene, hogy kellene megközelíteni, hanem egyszerűen csináljuk és működik. Ti nem csak zenésztársak, hanem barátok is vagytok, és majdhogy nem talán ez is indíthatta el az Óperenciát, hiszen mind a ketten alappillérei vagytok a formációnak. Melyik volt a legkedvesebb időszakotok, hogyha így visszagondoltok az elmúlt 10 évre? Biztos, hogy azért néha-néha előjön egy pár jó sztori, egy kellemes fesztivál, egy jó album. Hát sok minden történt a 10 év alatt, de volt egy időszak, amikor együtt laktunk. Tomika, Tibi meg én. Szerintem az egy nagyon aranyos időszak volt. Hát arról kis könyvet lehetne írni, vagy nem tudom. Az egy ilyen termékeny időszak volt zenei téren? Az a Mr. Het. A Mr. Het című albumnak az időszaka az ott készült együtt. Akkor lényegében igen, mondhatom azt, hogy termékeny időszak volt ez az együttéléses pár hónap, vagy ki tudja év. Viszont most nagyon sokat várattatok az új albumra, hogy ugye említettem is, 5 év, az rengetegnek tűnik. Talán azért, mert nem laktatok együtt? Hát mindenki próbálta megtalálni magát ugye a hétköznapi életben, és most jutottunk odáig, hogy össze tudtuk szedni a gondolatainkat, és bemertük vállalni azt, hogy akkor ketten folytatjuk. Agyalós, gondolkodós volt ez az alkotói időszak,
ez a jó pár év, vagy éppen hagytátok itt csendesen? Nem akartunk határidőt szabni, hanem egyszerűen csak, ha születtek, dalok születtek, ha nem, nem. Tibi járta a világot, hajózott, én Budapestről elköltöztem vidékre, sok mindenbe belefogtunk mind a ketten. Hát, és így most értünk oda, hogy akkor kész van. Mennyire érezhető amúgy az új albumon az, hogy Tibi nyüzsgött inkább, te pedig elcsendesültél? Kellett egy-két hónap, még így asszimilálódtunk mind a ketten, hogy most akkor fejben újra koncentráljunk az operenciára, és kicsit tegyük félre az egyéb dolgainkat. És mennyire lett másabb, mint az eddigi megszokott operencia? Hát, szerintem sokkal koncepciózusabb lett. Mindig jellemző volt ránk, hogy sokféle műfajból táplálkozunk, és dalok közt is óriási különbségek vannak, hogy teljesen más stílusúak. Ennél a lemeznél nem annyira igaz. Hát, hogy ez egy sokkal összeszedettebb, szerintem jobban mutat egy irányba, mint az eddigiek. Mindig keresgéltük az útját, hogy vajon ezt így hova fér ez be? Mert azért mondjuk egy fesztivál szervező szemével nézve most így milyen színpadra teszed az operenciát? A rock zenei? Nem. A jazzes? Nem. Elektronikus zenei, de hát ott nincs olyan körülmény, hogy az ott inkább ilyen DJ pultos. Tehát, hogy ez nehéz helyzet, hogy hova lehet ezt vinni, vagy kiknek. Hát reméljük, egy pár év múlva eléritek azt, hogy majd minden fesztiválon legyen egy operencia színpad, és akkor majd nem kell keresgélni. Viszont itt nincsen ének, nincsen MSL, nincsen Nati. Hogy tudjátok mégis így vinni? Mi az az érzés, érzet, amit át akartok adni? Nem akarunk neki utat törni, hanem valahogy megtalálja az útját. Hogy inkább az emberek találnak el az operenciához, mint semmi erőszakkal nyomjuk az arcukba. És ez mióta megjelent az új lemez, ez érezhető. Koncertről koncertre egyre többen jönnek, már így ismerik, nem az van, hogy csak végignézik, hanem végigbulizzák, végigtáncolják, átadják magukat, elindítja a gondolataikat. Ez nagyon jó színpadról végignézni. Pont a Gólyában játszottunk a múlt héten, és beállt ugye a közönség nagy része nem látta még a zenekart, és így beálltak ilyen fegyelmezetten, és póker arccal elkezdték végignézni, és így ahogy számról a számra így elkezdtek így finoman mozogni, mosolyogni, és a végre teljesen felszabadultan bulisztak, szerintem ez egy gyönyörű íve az estének. A Sarkcsillagon kicsit meglepődtem, amikor átküldtétek nekünk a Kölcsei TV-nek is a videóklipet. Letöltés, igen, betervezés akkor a víkendbe, hogy a nézők is lássák, és úristen, több mint 8 perces a klip. Kicsit meglepődtem, ez ilyen nagyon direktbe, vagy valahogy így jött ki az, amit ti szerettetek volna így átadni? Hát ezek élőben lettek tesztelve, hogy milyen hosszúak legyenek, és így lett ez a 8 perc, hogy a koncerten ez megkívánja. Lehet, hogy egy tévéműsorban egy 3,5 perces verzió bőven elég lenne, de igazából nem tévére készült, és sehol máshova nem küldtem el csak hozzátok. Nem volt ennek ilyen nagyon videóklip célja, egyszerűen lementünk a Dunapartra kicsit szórakozni egy kamerával. És milyen jó amúgy ezt hallani, hogy ide küldtétek le ezt a kis videót. Ugye, aki nem tudja és hallgatja ezt a beszélgetést már jó pár perce, fontos hangsúlyozni, hogy ti nyíregyházi gyökerű zenekar vagytok. Milyen sűrűn tudtok hazalátogatni? Jó, persze, ugye most szeptember 2-án múlt időben beszélünk, játszottatok a Vidor Fesztiválon, de amúgy milyen sűrűséggel tudtok hazalátogatni, akár magánemberként, vagy koncertező formációként? Hát nagyon ritkán sajnos kialakult egy másik életünk nekem Nagymaroson, plusz Budapesten, plusz Tibinek Pesten. Tibi beszállt a Korai Öröm zenekarba, mint billentyűs. Én stúdióban tevékenykedem, Nagymaroson csináltunk egy egész jó stúdiót, egyben egy művésztelepet is. Ezért különleges művésztelep, mert itt zenei dolgok is vannak, és ezért ez egész embert kíván. Párommal leköltöztünk, Babival, és
zajlik az élet, folyamatosan jönnek, mennek a zenészek, festőtáborok, gyerektáborok. Ez is az életemnek egyik része. És mellette maradt egy picike kis szelet az óperencia. Mi az, amit szeretnétek idén elérni, vagy a közeljövőben, hisz most itt ez a jubileum, itt az új album. Mi az álom, mi a cél? Hát az a cél, hogy kialakítsunk több városban egy magot, ahova le tudunk menni, és van 50-100 fő, akivel ki van alakulva az, hogy koncertről koncertre találkozunk. Mert voltam egy Pécsen, meg Győrben, meg nem tudom, de úgyhogy volt egy koncert, valaki révén így hopi lett, és utána nem volt másik. És ezeket ismételni kellene és visszajárni, hogy kialakuljon, tehát hogy ne csak Budapest és Nyíregyháza legyen, sajnos Nyíregyháza is elkopott az elmúlt két évben a részünktől, mert mindenki felköltözött Pestre. Mindenki Pestre költözött, és egyszerűen nem is jártunk koncertezni, de Budapesten sem nagyon koncerteztünk. Viszont most havi egy koncertünk van Budapesten is, most volt ez a Vidor Fesztivál, most télen szerintem vissza fogunk jönni, mert hogy megyünk Kijevbe, és nagy valószínűséggel autóval. És akkor itt megálltok egy kicsit, és koncerteztek egyet. Igen. Várjuk majd az időpontot. Köszönöm szépen, Gabi. Köszönjük szépen. Emlékkoncertet szerveznek Farkas Tibor Schulz tiszteletére Nyíregyházán. Az apropó szomorú, a szándék nemes. Ezt mutatja az is, hogy nem csak nyíregyházi zenészek és zenekarok tisztelegnek majd a belvárosban, a nemrég elhunyt kitűnő lemezlovas és zenekutató előtt. Erről beszélgetek a rendezvény két, majdhogy nem alappillérével. Vendégeim Racskó Tibor és Császár Zoltán. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Köszöntöm mindenkit! Honnan jött ez a nemes gondolat, és egyáltalán hol tart a szervezés, mikor lesz a rendezvény? Hát a nemes gondolat onnan jött, hogy elvesztettünk egy embert, aki nagyon sokunk számára nagyon fontos volt. A hírt követően egy-két nap alatt az emberben rendeződnek a dolgok, és egyszerűen meg nem mondom, hogy ki volt, aki ezt legelőször felvetette, hogy kellene találnunk egy megoldást arra, hogy hogyan tudunk méltó módon emlékezni Schulzra. És a gondolatot aztán tett követte, létrehoztunk a legismertebb közösségi portálon egy csoportot, én oda meghívtam az én zenész barátaimat, ismerőseimet, arra kérve őket, hogy ők is tegyék ezt, minél több emberhez jusson el ez a gondolat, és kikerült egy felhívás egy pár sorban, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha lenne egy ilyen emlékest. És hihetetlen intenzitásba kezdtek a zenészek, zenekarok. Nagyon gyorsan jelentkeztek, jöttek be a jelentkezések, hogy szeretnénk játszani, én is, és nagyon gyorsan összeállt a fellépőknek a listája gyakorlatilag. Hát és a szervezés az onnan, igen, a munka dandárja az azóta folyik. Vasárnap lesz ez az emlékkoncert Nyíregyháza belvárosában. Kik fognak majd színpadon lenni, kik fognak emlékezni így? Nyíregyházán lesz, Kossuth téren, és 17:30 kezdünk. A koncert közel 4 órás, vagy lehet, hogy több is. Nagyon, nagyon sok fellépő lesz. Igyekeztünk úgy szervezni a dolgot, hogy mindenkinek adjunk lehetőséget, aki akart ezen részt venni. A részvétel önkéntes volt, és most ott tartunk, hogy 15 zenekar lép fel a műsoron, és körülbelül 6 vagy 7 szólista, 2 DJ, köztük egy nemzetközileg is elismert DJ, a Simon Idol, a Sinka Zoltán. Úgyhogy a felhozatal az szép és gazdag. Nagyon reméljük, hogy támogat minket az időjárás. Ez pont egy nagy ezt kérdés. Akartam mondani, és ne haragudj, hogy szabadba vágok, viszont nagyon sok fórumon, nem feltétlen csak az internetes portálon, látom és érzem, hogy az emberek zsizsegnek, valakinek ez nem tetszik, valakinek az nem tetszik, nem feltétlen csak a szándékot és a miértjét látják ennél az egész emlékkoncertnél, saját véleményem volt, elnézést, viszont tényleg gondolni kell az esőre is, most hogy áll a dolog, ha esik, akkor merre lesz az emlékkoncert? Hát ez úgy néz ki, hogy egyetlen egy eshetőség van, amikor sajnos le kell mondanunk ezt a koncertet. Ez akkor történik, hogy ne adja Isten, vasárnap reggeltől olyan áldatlan állapotok uralkodnak majd,
amelyekre egyszerűen előtte nem lehet felkészülni. Ugyanis, hogyha egy-két nappal korábban itt beüt a ménykő, akkor a Vidor színpadot áthelyezik egy másik helyszínre, és a Vidor eseményei is más helyszínen meg lesznek tartva. Ha ez így lesz, akkor nyilván ugyanazt a felajánlást tovább érezhetjük, amit kaptunk a várostól, a színháztól, hogy azon a technikán, azon a színpadon, amelyen a Vidoron a nagy sztárok, a világsztárok és a magyar sztárok fellépnek, mi is meg tudjuk rendezni ezt az emlékestet. Hogyha pedig nagyon-nagyon úgy alakul, hogy menthetetlen a dolog, akkor nyilván ezt egy később időpontban újra átgondolva, talán más helyszínen, ez de nagyon képlékeny. Nyilván mi azt mondjuk, hogy nem lesz rossz idő, mert nem lehet rossz idő. Nagyon sokat dolgozunk, nagyon sokan vannak mögöttünk, mellettünk, akik ezt támogatják, és hát a mindenféle hívjuk felkiáltó jeleknek, amiket bedobálnak az emberek néha egy kicsikét szkeptikusan, azok meg nekünk tökéletes jelzések, hiszen nem problémának, hanem feladatnak látjuk őket, amit meg kell oldani. Sokan vagyunk, sokan dolgozunk rajta, és szépen haladunk. Én azt kívánom nektek, hogy vasárnap akkor tényleg gyönyörű szép idő legyen, ne essen, hogy akkor biztos fix legyen ez az emlékkoncert. Még marad bő fél percünk arról szólni, hogy maga a család, vagy a nagyon közvetlen barátok hogy fogadták ezt a szerveződést? Nagyon kedvesen és segítőkészen. Több órát beszélgettünk, elmentünk hozzájuk, és a Schulz özvegyével, lányával sokat beszélgettünk. Tehát valójában az egész koncertnek a koncepciója abból indult el, olyan jellegű lesz és olyan felépítésű lesz, ahogyan talán ők is szeretnék. Nem tudják pontosan mi lesz, de támogatják a dolgot, és ezen nehéz napokban vették a fáradtságot, hogy időt és energiát szántak arra, hogy velünk beszélgessenek. És ez pont elég volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és vasárnap találkozunk. Köszönjük a lehetőséget. A tanév elkezdődött, de még nem mindenkinek. Erről beszélgetek vendégemmel, Hajdú Judittal, aki a Csokonai Vitéz Mihály Középiskola intézmény vezetője. Szervusz, Judit! Szervusz, Vivian! Nos, hát nagyon sok iskolában lehet hallani, hogy ténylegesen elkezdődött a tanév, nem feltétlenül csak az általános iskolásokban, hanem tényleg már a középiskolások tekintetében is, de nálatok még egy picikét várat ez magára. Meddig lehet jelentkezni, és egyáltalán milyen képzésekre? Igen, szeptember 1-én amúgy hivatalosan becsengettek mindenféle nevelési oktatási intézménybe. Nálunk a felnőtt oktatásból adódóan, ugye ez a tanév első hetében kitolódik, úgyhogy első héten még lehet hozzánk jelentkezni, úgyhogy még mindenkit várunk szeretettel. Meddig lehet jelentkezni, és egyáltalán milyen jellegű képzésekre, hiszen azt mondtad, felnőtt képzés, vagy felnőtt oktatás. Igen, ez inkább az iskola rendszerből adódóan felnőtt oktatás, ami a Csokonai Giminek a fő profilja. Aki betöltötte a 16. életévét, ugye változott a köznevelési törvény, a tankötelezettségi korhatár ugye most már 16 éves életkor, ugye annak a tanévnek a végéig tankötelez korú valaki, aki amikben a 16. életévét be nem töltötte. Úgyhogy ha valaki betöltötte ezt az életkort, és úgy döntött, hogy a nappali tagozaton nem találta meg a számára a kézenfekvő tanulási formát, vagy esetleg szeretne dolgozni mellette, vagy más olyan egyéb tanulási formát szeretne választani, ami mellett több szabadidőre van szüksége, akkor nyugodtan választhatja ezt az esti képzést, amit mi tudunk neki nyújtani, hiszen hozzánk egy héten 3 délután kell eljárni iskolába, délután 4 órától, este 8 óráig. Sokan biztosan azt mondják most, hogy hú, hát ez kecsegtetőbb, mert hogy ugyanazt a végzettséget kapom, ugyanúgy mondjuk érettségit kapok majd az oktatás végén, de akkor csak 3 délután, és csak délutáni képzés, esti képzés, ráadásul tényleg nem a hét minden napján, akkor ez vajon mennyibe kerülhet? Igen, ez is egy érdekes dolog ebben, hogy ugyanakkor ugyanazt az érettségi bizonyítványt kapja meg, mint egy nappali tagozatú. Ugye itt csak a munkarend az, ami más. Ugyanazokból a tankönyvekből tanulnak, ugyanazt a kerettantervet használják, mint egy bármely más 17-18 éves, és ugyanakkor kell nekik megírni azt az érettségi dolgozatot, mint egy nappali tagozatosnak. Éppen annyi, hogy csak a tanulmányi idő van lerövidítve, ezért esti képzés, az óráknak az 50%-a az, amit hivatalosan részt kell venniük a diákoknak, de úgy mindemellett ugye nagyon sok idő az, amit neki otthon rá kell készülnie, ahhoz, hogy a sikeres érettségi vizsgát meg tudja tenni.
Ezek térítés ellenes képzések, vagy hogy működnek ezek? Ugye nálunk nincsen térítési díj és regisztrációs díj, teljesen költségmentes maga a tanulás, nincsenek megvásárolandó tankönyveink, hanem a jegyzetekből tanulnak a diákok, teljesen a pedagógiai programunk is úgy van kialakítva, hogy minél emberközpontúbb és a hátrányos helyzetű emberekre is gondolva, térítésmentesen, ingyenesen tudnak tanulni nálunk. Sőt, térítésmentesen lehet jelentkezni most hétvégéig hozzátok. Hogyan zajlanak amúgy a képzések? Úgy, mint mondjuk a főiskoláknál, hogy ilyen tömbösített órák vannak, hogy egy nap csak egy tantárgyat tanulunk, vagy ez teljesen más, olyan, mint egy normál középiskolában, hogy első, második, harmadik óra mondjuk magyar, matek és történelem? Nem, úgy, mint ahogy a főiskolákon hasonló módon tömbösítve vannak az órák, éppen ebből adódóan, hogy ugye felnőttek dolgoznak, ki később, ki hamarabb ér oda a tanítási órákra, ebből adódóan kialakítottuk azt a jól bevált módszert, hogy egy nap egyféle tantárgyat tanulnak a diákok, mondjuk hétfőn csak magyar órájuk van, szerdán csak idegen nyelv, épp azért, hogy személyes kapcsolatuk is legyen a tanárokkal, hogy minél sikeresebb legyen az ő tanulmányuk. Ha valaki lemaradt volna, mindenképpen mondom, hogy Judit a Csokonai Vitéz Mihály középiskola intézmény vezetője, de hát adott a kérdés, hogy ti ilyen nyíregyházi központúak vagytok? Ugye mi 3 megyében 17 telephelyel működünk már. Nyíregyházán a ügyviteli helye van a Csokonai Vitéz Mihály középiskolának, és olyan hatalmas volt az érdeklődés ezzel, erre a képzési formára, amit mi nyújtunk, hogy Nyíregyházán idén szeptembertől már 3 telephelyel is működik a Csokonai gimnázium, de emellett 15 telephely van még Szabolcs megyében, és egy Borsod és Hajdú megyében is megtalálnak bennünket. Hogyha már említetted, hogy nagyon nagy az érdeklődés, lehet-e számszerűsíteni? Van valami statisztikátok, vagy érdekes adatotok, amikre igenis büszkék vagytok? Már csak azért is kérdezem, hogy lássuk, hogy milyen a megyebeli diákok, vagy fiatalok, felnőttek helyzete. 5 évvel ezelőtt indult az intézményünk, és már elmondhatom azt, hogy az 5 évvel ezelőtti tanulói létszámunk a duplájára nőtt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igenis fontos képzési forma ez, amit nyújtunk a felnőtteknek, mert ki tudja, milyen hátrányokból indulnak. Ugye van az a réteg, aki a munkaerőpiacról teljesen kiszorult, és nem tud magával mit kezdeni, és ugye mindenhol ezt hallják, ugye, hogy szakképzett munkaerőre van szükség, és ugye egyetlen mód ehhez, hogy a társadalom, a munkaerőpiac aktív részeseivé válhasson valaki, a tanulás. És ugye ez az első lépés az, hogy igenis rá kell szánni magam, ha szabadidőm van, aktívan eltöltsem is hasznosan. Én mindig azt mondom, hogy az ingyenes és jó lehetőségeket mindig érdemes megfogni, megragadni. Nagyon szépen köszönöm, Judit, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek pedig üzenem, hogy nem sokára jövünk vissza.